Mint megtudtuk, a településnek 4 zsidó sírkertje van, ebből 2 Jangorban található, ugyanis a másfél hektárnyi területnek van egy ortodox, valamint egy neológ temetkezési része. Prominens személyeket helyeztek itt örök nyugalomra, köztük említhetjük a Dózsa, az Iric és a Pulitzer családok tagjait, továbbá Fischer Antal, Énoch főrabbit, valamint Forhand Mózest is, aki 1912-ben került Makóra. 1944-ben, ugye egészen haláláig, amíg ugye agyonverték a rendőrségen, addig itt tevékenykedett és vezette az ortodox zsidó közösséget, és egy országos hírű talmudiskolát, egy jesivát tartott fönt. Tehát egy jelentős tudós ember volt, egy egyházi személy volt. És a hívei annyira tisztelték, és már életében olyan sok pozitív dolgot tett, sőt, csodákat is tett, hogy az elszármazott makói hívek, akik most a világ különböző részein élnek, ők csodarabbiként tisztelik, és minden évben, amikor a halálozási évfordulója van, akkor eljönnek, elzarándokolnak Makóra, és olyankor megtelik a zsinagóga, olyankor kijönnek Jangorba, és imádkoznak a rabbiukhoz. A makói zsidóság történetét nagy lelkesedéssel kutatja, és ismerteti meg másokkal hosszú évek óta Urbancsok Zsolt. A történész arról is mesélt nekünk, hogy az említett sírhely, mely kultúrtörténeti szempontból is jelentős, nem csak a csodarabbinak állít emléket, hanem feleségének is. Ha valaki bejön, akkor láthatja, hogy nem csak 2 sírt találunk bent, hanem a sírok fölé sírládák vannak elhelyezve. Forhand Mózes sírja fül egy 2000 literes sírláda, ez egy postaládához hasonló alkotmány, amiben kívánságokat, kéréseket lehet elhelyezni, úgy, ahogy a sírató falnál ugye a zsidó hívek ugye elhelyezik a kívánságaikat, és a csodarabbi közben jár ezeknek a megvalósításáért. Tehát nagyon különleges, nagyon érdekes, az Alföldön egyedülálló dolog ez, amit Makón található. A program további folytatásaként múlt hét vasárnap pedig egy rendhagyó séta keretében a hajdani makói zsidó városrészt fedezhették fel az érdeklődők. A mai Deák Ferenc és Ötvös utcák helyén ugyanis egykoron jelentős izraelita vallású hitközség élt.